Köszöntöm a kedves gyülekezetet itt a templomban, a lelkész családokat, az egyházfi családot, az orgonistánkat és az énekvezető szolgálót és otthon a képernyők előtt minden kedves gyülekezeti tagot, gyermeket, fiatal, időst, házaspárokat. Örülünk, hogy időben sikerül most elkezdeni ezt a közvetítést. A fasorban most csak a madarak csiviteltek ma reggel, de olyan jó, hogy mi is ugyanezt tehetjük és áthatjuk az Urat. A mai ígéből szeretném köszönteni a testvéreket a zsidókhoz írott levél 13. részéből. Ezért Jézus is a kapun kívül szenvedett, hogy megszentelje a népet tulajdon vére által. Menjünk ki tehát ő hozzá a táboron kívülre, az ő gyalázatát hordozva, mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Kegyelem és irgalmasság adassék nékünk bőségesen, Istennek, a mi atyánknak és az Úr Jézusnak a megismerésére. Amen. Énekeljük kezdő énekül a 130. Zsoltárunkat, énekes könyvünkből a 130. Zsoltárnak az első versét. 130. Zsoltárunk így kezdődik, te hozzá teljes szív. Hirdetések sorában hirdetem, hogy a héten eltemettük Fábián Gyula és Csuzi Gyula testvéreinket. Fábián Gyula testvérünk 1950-es évektől kezdve hitvalló, hűséges gyülekezeti tagunk, Karácsony Sándor tanítványa volt. Mindkét család életére Isten vigasztalását kérjük, szeretteik számára most ebben a többszörösen nehéz időben kívánjuk, hogy Isten igéje adjon vigasztalást. És a lelkészi hirdetések sorában még két dolgot szeretnék mondani. Az elsőt így fogalmaznám meg röviden, hogy keressük egymást. Ezen a héten is többen igyekeztünk felhívni gyülekezetünk időseit. Először a 80-90 éveseket, és most már a 70 éves korosztályt is hívogatjuk folyamatosan. Köszönjük szépen, akik részt vesznek ebben a szolgálatban. Köszönjük azokat, akik jelentkeznek, hogy szívesen bevásárolnak az időseknek, ezt továbbra is várjuk. És meg vagyunk akadva abba a tekintetben, hogy nagyon sok telefonszám hiányzik. Nagyon kevés adatunk van sok testvérről. Ezért nagyon kérjük, hogy hívjuk egymást, keressük egymást, hogyha valaki tud idősről, hívja föl. És kérjük szépen, hogy akinek szüksége van segítségre, az telefonáljon a hivatalba 2-től péntekig 9 és 1 óra között, hogy aztán aki jelentkezik, hogy tudna segíteni, és így kérjük a fiatalokat, jelentkezzenek, azoknak át tudjuk adni a címeket.
Még ezzel kapcsolatban hadd mondjak két felhívást, egy gyülekezeti tag, aki szintén sokat telefonál az időseknek. Van egy ilyen gondolata, amit átadok szeretettel. Keressük egymást, ne csak az idősek, hanem minden korosztály. Ennek lehetne az megvalósulása, hogy indítsunk el e-mail láncot. Az e-mail láncban küldjünk leveleket egymásnak, a levélben pedig egy-egy igét tegyük bele a elérhetőségünket, és mindig egy dokumentbe elrejtve vagy betéve folyamatosan küldjük tovább ezt a levelet egymásnak, gyülekezet. Bárki indíthat ilyen ige e-mail láncot, és aztán az ott lévő elérhetőségen keresztül hívjuk fel egymást. Ez nagyon fontos lenne, hogy minél inkább így is megöleljük egymást, és én is fogok indítani ma egy ilyen e-mail láncot, és indítsunk minél többen. Aztán egy másik ilyen kezdeményezés, hogy 8 órakor gyűjjünk össze imádkozni. Világunkért, a megtérésért, megújulásért, a gyülekezetünkért. Az is lehet, hogy a harangot is bekapcsoljuk, hogy 8-kor, minden este 8-kor imádkozzunk ezért az otthonainkban. És befejezésül még hadd mondjak el egy megtapasztalást, ahogy hívogattam a héten is időst, akkor egy olyan gyülekezeti tagot hívtam, aki még Szabó Imre és Dobos Károly ideje óta ide jár a gyülekezetbe. Szabó Imre lánya volt a jó barátnője ennek a gyülekezeti tagnak, és amikor fölhívtam, az volt az első szava, hogy azt mondta nekem, hogy haragszom rátok. És haragszom a püspök úrra, hogy bezáratta a templomot, és nem lehet Isten tisztelet. Ő hűségesen itt van mindig, a templomban, nagyon idősen is. És elmondta azt, hogy amikor a háború volt, az édesanyja, aki 3 gyereket nevelt, a 8. kerületben is minden bombázás alatt itt volt, minden vasárnapi Isten tiszteleten a 3 gyerekkel. Azon az egy vasárnapon is, amikor nem volt Isten tisztelet, elindultak, és aztán egy rokonnál töltötték a vasárnapot. Azt mondta, haragszom rátok, hogy most nincs Isten tisztelet. És aztán elmondtam neki, hogy pont ezért vagyunk itt az élő közvetítéssel. Mi itt vagyunk a templomban azért, hogy most is legyen Isten tisztelet. Azért nem felvételről közvetítünk, hogy ne álljon meg az Isten tiszteletek sora, és legyen most is Isten tisztelet. És akkor ebbe teljesen megnyugodott ő is, és remélem, hogy itt van most ő is a közvetítésen. Ezért van élő közvetítés, nem csak most, hanem a héten többször is, hogy így is kifejezzük, hogy nem zártuk be a templomot. Most a templom kiterjedt, és nem csak itt vagyunk jelen, hanem otthon a házaitokban is, és így vagyunk jelen az Isten tiszteleten. Ebben ő is teljesen megnyugodott, és adja Isten, hogy ez megnyugtassa a mi szívünket is. Folytassuk tovább a mi Isten tiszteletünket. A barna énekeskönyvből fogunk most énekelni, és reméljük, hogy ki tudjuk vetíteni a testvérek számára. A 620-as havi énekünknek mind a 4 versét énekel. Thank you.
a mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, hálát adunk neked azért, hogy ahogyan énekeltük is, gyönyörűséges vagy. Hatalmas Isten, aki kijelentetted magad sokféleképpen nekünk embereknek. És köszönjük, hogy ténylegesen azt ismerhetjük meg belőled, hogy te mindenek felett való Úr vagy. És hálát adunk neked azért, hogy most is ebben a helyzetben is megélhetjük azt, hogy te vagy mindenek felett Úr. Urunk, kérünk téged azért, hogy te légy az, aki a szent lelkedet kiárasztod most közénk, és mindazt, ami elhangzik énekben, imádságban, igében, azt élővé teszed. Urunk, kérünk téged azért, hogy szólíts meg minket. Szükségünk van a te üzenetedre, a te szavadra, mert az éltet bennünket. Urunk, éltess minket a te igéden keresztül, és áld meg a mi életünket, családjainkat, most, amikor rád figyelünk. Amen. Isten igéje bennünket most a 130. Zsoltár szavaiból szólít meg, olvasom a 130. Zsoltár összes versét. Zarándok ének! A mélységből kiáltok hozzád, Uram! Uram, halld meg szavamat! Füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra! Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor, de nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Amen. Kedves testvérek, feleljük az ige szavára, és énekeljük a 395. dicséret első versét. Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk, s amelynek alapján lelkét segítségül hívva az ő üzenetét hirdetni kívánom.
Írva található a már olvasott bibliai szakaszban a Zsoltárok könyvében, a 130. Zsoltár 3. és 4. verseiben, következőképpen. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, ki marad meg akkor? De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Foglaljuk el helyünket. Biblia olvasó vezérfonalunk szerint ezt a Zsoltárt olvassuk ma a kijelölt többi ige mellett. Böjt 5. vasárnapján úrvacsorára készülve vagyunk együtt ezen az Isten tiszteleten. Meg kell vallanom a testvéreknek, hogy sokat tusakodtam azzal, hogy melyik üzenetet kell most elmondani. Aztán felerősödött számomra egy húsba vágó kérdés és egy gyógyító válasz ebben a Zsoltárban. Ahogyan a felfelé tartó zarándok egyre magasabbra lép a lépcsőkön, és halad a Sion felé, halad az Úr hajléka felé, fönt a csúcs közelébe érve, ahogyan letekint, egyre rémisztőbb számára a mélység. Minél magasabbra megy, annál jobban érzékeli a mélységnek a valóságát. Azt gondolom, minnyáján voltunk már így, hogy fölmentünk egy magaslatra, egy hegycsúcsra, és ott éreztük igazán, hogy milyen mérhetetlen mélységek és magasságok vannak ebben az életben. Vagy ahogyan kimegyünk, és a ragyogó nap fénye, amelyik áthat mindent, egyértelműen leleplezi azt, ami rajtunk, vagy éppen a szobánkban, a lakásunkban nem tiszta, tisztátalan. Átsüt az ablakokon, és látjuk, hogy most tavasz van, és meg kell majd tisztítanunk azt. Magasság és mélység. Világosság és sötétség. Nappal és éjszaka. Ott vannak a Zsoltáros előtt is, aki vándorol, aki zarándokol az Úrháza felé. És itt van előttünk is, ha Isten vonzására elindulunk ezen az úton. Ez azonban nem az általános tapasztalat útja, hanem Isten különös kijelentésének az útja és a különös szeretetének a világa, ahova elvisz bennünket, ha valóban engedünk ennek a hívásnak, ennek a vonzásnak. És felismerjük ebben a Zsoltárban, hogy nem másról, mint a bűn és a kegyelem viszonyáról beszél a Zsoltáros. Sőt, még inkább a bűnös ember és a kegyelmes Isten viszonyáról. Az emberről, aki vallja a bűnét, és Istenről, aki megbocsátja. Induljunk ki most egyetlen kérdésből, ami nagyon aktuális és szívben markoló, ahogyan fogalmaztam is a bevezetőben. Ki marad meg? Ez most igehirdetésem címe is. Itt van ennek a Zsoltárnak a fókuszában, a középpontjában. Érintsük ezt először általánosságban, aztán nézzük meg különösen, és nézzük meg végül konkrétan. Ki marad meg? Ez a kérdés általánosságban és általánosan nagy kérdés napjainkban. Talán ilyen globális értelemben nem is került az emberiség elé ez a közelmúltban. Ki marad meg? Sokféle fenyegetettségről hallhat az ember a világon, a világot behálózó médián keresztül, de ami most megjelent közöttünk, az az egész emberiséget érintő veszély. Ami megdöbbentő számomra eközben, hogy bár általánosságban elmondható, hogy legtöbben, vagy sokan érzik fenyegetve magukat, mégis vannak, akik azt gondolják, őket elkerüli ez a fertőzés. És mondhatjuk, igen,
hiszen mindenki, akit látunk magunk körül még, nem beteg, vagy sokan nem betegek. Nem lett mindenki beteg. Ez valóban így van. És reménység szerint így is lesz. Azonban a kérdés, mégis mélyen húsba vágó és elgondolkoztató. Ki marad meg? Ki tudja ezt megmondani? Ki állíthat bármit is bizonyosan? Mert bevalljuk vagy nem, elfogadjuk vagy nem, de erre nincs nálunk a felelet. Hogy én biztosan megmaradok, vagy az, akit szeretek, vagy akire különösen gondolok, biztos, hogy megmarad. Nincs nálunk felelet. És egyetlen embernél sincs felelet erre. Van, aki úgy tűnik, sehogy, van, aki nehezen, és van, aki talán könnyebben belátja ennek az igazságát. Nincs a kezünkben az életünk. Nagy próba ez a mostani idő. Nagy kihívás. És komolyan mérlegre kerül minden az életünkben. Minden ismeretünk, minden hiedelmünk, tudásunk, illúziónk, de ugyanakkor hitünk, bizalmunk és reménységünk is. Hogy miért történik mindez? Nehéz erre összetett választ adni, de részben láthatjuk, hogy ez egy nagy megmérettetés. Egy nagy megmérettetés. Az egész emberiség vizsgázik most. És benne testvérem, te is személyesen. Milyen válaszaink vannak? Milyen bizonyosságaink vannak, és azok valódi, maradandó értékek-e, időt állók-e, vagy szertefoszló hiába valóságok, olyanok-e, amelyekben bizonyosak lehetünk, akkor is, ha minden összedől, vajon milyen válaszaink vannak? Vajon mire építjük az életünket? Az általános megközelítés után azonban van különös megközelítése is ennek a kérdésnek, hiszen a kérdés nem így került elő és elénk csupán, ki marad meg, hanem egy imádságnak, egy templom felé tartó ember imádságának, a zarándok szívében, aki Istenhez tart, aki Istenhez közeledik, aki Istenhez akar odaérkezni. Így hangzott a kérdés, Uram, ki marad meg akkor? Igen, az Istenhez érkező, közeledő ember kérdése ez. És ahogyan ez a Zsoltár elmondja, ez a 130. Zsoltár, a 8. versében nyilvánvalóvá válik, hogy egész nemzete, nemzetsége, nemzedéke iránt érzett felelősségében imádkozik a Zsoltáros, végig gondolja azt a nyomorúságot, amiből szabadulni kell, amiből Istennek ki kell hoznia a népét, mert ha nem teszi, ha Isten nem könyörül, akkor elvesznek. És úgy imádkozik a Zsoltáros, mint aki részese, mint aki maga benne van ebben, és imádkozik nemzetéért, nemzedékéért, a nagy nyomorúság. A Zsoltáros nem önmagában gondolkozik. Nem is másokkal latolgat, hogy ki marad meg, és vajon mi lesz velünk. Célirányosan és céltudatosan egyetlen helyre fordul. Oda fordul, ahol biztosan van válasz. És ebben az odafordulásában, az Úrhoz fordulásában benne van az emberlét egyetlen esélye, egyetlen kilátása. A leglényegesebb, legfontosabb mozzanata az embernek, hogy Istenhez fordul. Mert az embernek van gazdája, az embernek van ura, személyes Istene. Nem kell egyedül szembenézni azokkal a dolgokkal, amelyek fenyegetnek, amelyek veszélyt jelentenek számunkra. A megmaradás, a megtartatás kérdéséhez tartozik,
hogy van-e megtartónk, akit ismerünk, akiről tudjuk, hogy szeret, akire rábízhatjuk az életünket. Mert a megmaradás, a megtartatás kérdéséhez tartozik ahhoz, aki egyedül megtartó, az üdvözítő. Emlékezzünk Máriára, amikor Mária kegyelembe fogadottan hallja az üzenetet, az üdvözletet, veled van az Úr, és amikor meghallja azt a csodát, ami az ő életének egyetlenszerű ajándéka, hogy Jézus Krisztus fogan meg majd benne, akkor magasztalni kezdi az Urat, és énekel. Énekel, így olvassuk, újjong az én lelkem megtartó Istenemre. A megtartó Istenben újjong. És ez a kifejezés ott, az eredeti szövegben ugyanaz a kifejezés, amelyet később az angyal mond el a pásztoroknak a betlehemi éjszakán. Ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városa. Ő az üdvözítő, a megtartó, aki megszületett, aki eljött ebbe a világba. A megtartatás, a megmaradás kérdése tehát nem bennünk, nem nálunk van, az Úrnál van, az Úrban van, az ő kezében van, és az ő kezéből jön. Ezért csodálatos dolog, ha hozzá folyamodunk. Ezért csodálatos dolog, ha őt szólítjuk, Uram, ki maradt meg akkor? Uram! És ez a különös megközelítés most tovább visz bennünket egy konkrét megfogalmazáshoz. Mert még konkrétabbá válik, amit itt olvasunk a Zsoltárban, hiszen itt, jól figyeljük, nem egy világot fenyegető, a testet megbetegítő időszakos járványról van szó, hanem a mindenkit átható halálos fertőzésről, a bűnről. Értsük meg jól, amit olvasunk. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, ki marad meg akkor? Mert a kérdés így hangzik. Mert a zsoltáros erre jut el, mert ezt érzékeli a legmélyebb nyomorúságban. Uram, ha a bűnöket számon tartod, ki marad meg akkor? Mert testvére, konkrétan ide kell eljutnunk. Ez az Isten különös kegyelmének az útja, nem a mi útunk. Mert először mi félelmetesnek, és minden részünkkel ellenállva értjük, halljuk ezt az üzenetet, bűn. Bűn. Aztán Isten kegyelme, szeretete egyszer csak rávilágít, ráeszméltet, hogy minden bajnál nagyobb baj a bűn, az Istennel szembeni lázadás. Mert Isten önmagával szembesít, és aztán önmagunkkal. Az ő világosságában, ahogy a nap fényében is meglátjuk a magunk sötétségét. A szeretetében meglátjuk a magunk szeretetlenségét. Igazságában meglátjuk a magunk hamisságát. És mindeközben megértjük. Jogos az ítélete. Jogos az ítélete, mert ő igazságos Isten, aki nem tűri el a bűnt, a pusztító bűnt, amely mindenkit halálba visz. A bűn nem maradhat büntetlenül. Isten nem hagyja a bűnt büntetlenül, mert a bűn zsoldja a halál. Ha Isten számon tartja a bűnöket, akkor nekünk sincs, és nem is lehet menekvésünk önmagunkban. Mennyi van a rovásod, testvére? Mennyi van a rovásomon?
amit Isten számon tarthat. Ha most hirtelen vágással megtehetnénk, hogy nem csak egyik kamera vagy másik kamera vágó képe jelenik meg esetleg a közvetítésen, vagy ittben a vásznak leengedve vetíteni kezdenénk egymás életének a filmjét, mindent, ami benne van, itt tudnánk-e maradni? Ott tudnánk-e maradni a képernyők előtt? Vajon nem szégyelnénk-e magunkat rettenetesen, hogy mi mindent képesek voltunk megtenni? Hogy mi mindenre azon túl, azzal együtt, hogy az Isten szeret, mi mindenre vagyunk képesek? Mi minden van a rovásunkban, amiért szégyelhetjük magunkat, amiért akár megnyílhatna alattunk a föld. Megdöbbentő, hogy ennek a halálos fertőzésnek a hallatán az emberek a világban mégsem félnek. Mégsem félnek. Mindenki azt hiszi, hogy úgy élhet, ahogy akar. Azt teheti, amit jónak lát. És nincs és nem is lesz következő. Így él a világ. Így él az ember. Mintha maga ura lenne. Mintha nem számítana semmi. Mintha nem lenne Isten. Mintha nem lenne Istennek rendje. Mintha nem lenne Istennek törvénye, mintha nem lenne rend a világban. Pedig a képlet, testvérek, pontos és egyértelmű. Ne tévelyegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a maga testének vet, az a testéből arat majd pusztulást. Aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. Egy látogatás során elmondta valaki a napokban, hogy a munkahelyén, ahol nem is mellesleg keresztény volt a fenntartó, a munkáltató, amikor a bűn halálos fertőzéséről szóló plakátot kitett figyelmeztetésül és természetesen azzal is, hogy hol van a kiút belőle, akkor a feljelentéssel fenyegették meg, hogy azonnal szedjenek. Az embereket nem lehet most fenyegetni. Elég baj van így is, nagy a veszély, itt a koronavírus. Most, ekkor éppen arról beszélni, hogy a bűn is halálos fenyegetés. Ez ma tilos. Ezt ma nem szabad kimondani. Miért is nem szabad, testvér? Miért nem szabad erről beszélni? Csak azért, mert a komfortzónánkat kimozdítja? Mert nem tetszik nekünk? Mert úgy gondoljuk, hogy ez nem téma manapság? Mert erről nem illik beszélni? Ha van elég baj valóban testileg, a lelki dolgokról ne beszéljünk. Nem szabad fenyegetni az embereket. Valóban, szerintem sem. Fenyegetni nem kell. De szólni világosan és egyértelműen arról, ami a valóság, szükséges. Mert van nagyobb baj, mint a koronavírus. Van nagyobb baj. És fel kell ismernünk mindkettőből a kiutat, a gyógymódot, és amikor arra hívják fel a figyelmünket, hogy mire vigyázzunk, mit tegyünk és mi ne, mit ne, akkor figyelmeztetnek. A mi megmentésünkért figyelmeztetnek. Nem azért, mert korlátokat akarnak, hanem azért, hogy megértsük józan, hogy miről van szó. Hiszen hogyan szól a teljes ige? Nem fenyegetés van benne, hanem elképesztő, csodálatos reménység. Mert a bűn zsoldja a halál. Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Őrállóként szólnunk kell a bűnről, és szólnunk kell a kegyelemről.
az ítéletről és a menekülés egyetlen módjáról. Isten Noénak miért beszélt az ítéletről? Azért, mert fenyegette őt? Nem. Azért, mert Noé kegyelmet talált az Isten előtt. És az Isten kijelentette az ő tervét, akaratát Noéval. És azért szólt az Isten, hogy Noé megmeneküljön. Családjával együtt. És tudjátok, mi történt velük? Elmondtam ezt a konfirmandusoknak, itt van Sára is, hallotta talán Skype-on keresztül, meg beszéltem a felnőtt fiatalok körében is erről. Hát az Úr bezárta Noét a bárkába. 377 nap a családja. Kibírhatatlan. Hát egy hetet se lehet kibírni, nem hogy 377 napot, de ki lehet? Ki lehet bírni, ha az Úr zárja be az ajtót? Ha az Úr azért zárja be, hogy megmentsen, mert meg akarta menteni a pusztulásból, a pusztulástól Noét és a családját. Hát bezárta őket. Mert a bárka az egyetlen menekülés volt akkor az özönvízben. És olyan érdekes ez a szó, amit ott olvasunk a héber szövegben, a tébá, az ugyanaz a szó, a bárka szava, többen tudják már talán, ami Mózesnek volt a gyékény kosara. A kis Mózes az ő kis bárkájára menekült meg. Akkor is a halálos fenyegetéstől. Isten megmentette, aztán kihúzták a vízből, ezért lett a neve Mózes. És ő lett a szabadulás eszköze. Megmentette őt az Úr. Sok-sok kortárs gyermek nem menekült meg, de ő megmenekült, mert Istennek terve volt vele, és beletette a kis bárkába. Beletetette, hogy megmeneküljön. De az, hogy ő megmenekült, ez a nagyobbra mutat. Mert minden megmenekülés, Noé megmenekülése és családjáé és Mózesé és bárki a nagyobbra mutat. Mert mindez azért volt igaz, mert az Úr Jézus Krisztusban Isten elkészítette a szabadítás egyetlen útját. Elkészítette az Úr Jézus Krisztusban a bűn rendezésének egyetlen lehetőségét, a bűn bocsánatot. Jézus Krisztusban szabadítást, üdvösséget szerzett nekünk. És mit mond a zsidókhoz írt levél írója? Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk, mert ha az angyolok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először, azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt a számunkra, Isten pedig velük együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott szét. A bűn sodrása, a bűn áradása elsodorhat bennünket is. De ha figyelünk erre az üdvösségre, a hallottakra, és oda menekülünk, akkor megmaradunk, megtartatást tapasztalunk. Ha belekapaszkodunk Isten kegyelmes szeretetének és igazságos büntetésének golgotai tényébe, akkor megmenekültünk. Miénk a megtartatás. Mérhetetlen drága ez a kegyelem, mert mérhetetlen súly a bűn árka. Ez a világ elnézi, eltűri, elbagatelizálja, tagadja, vagy éppen erényként tünteti fel a bűnt. Isten azonban felnyitja a szemünket. Lelke által megmutatja önmagát, és önmagában, az ő világosságában a bűn sötétségét. Megmutatja, hogy mi a bűn, hogy nem hiszünk benne, hogy nem szeretjük őt, hogy a magunk feje szerint élünk, hogy bűnre halmozunk.
de felmutatja azt is, hogy van bocsánat, van kegyelem. És amikor őt, a Szentet, az igaz Istent látjuk, és a szeretetét, amiben ő önmaga sietett a segítségünkre, hogy Jézus Krisztusban önmagát kiengesztelje, hogy Jézust, az ő fiát helyettünk megbüntesse, hogy rá vesse a bűneinket, hogy az a minket terhelő bűnöket oda a keresztre rója, akkor látjuk, tudjuk, hogy mit jelent a szabadítás. Mit jelent ennek a magassága, és mit jelent a bűn mélysége. Mert ijesztő mélység a bűn. És mit lehet tenni? Olyan csodálatos ez a Zsoltár is, ha idézem újra, és olvassuk el újra otthon, és értsük meg, és fogjuk fel, és éljük meg, és imádkozzuk el. Mit lehet tenni? A mélységből kiáltok hozzád, Uram! Uram! Halld meg szavamat, főleg legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor, te, nálad van a bocsánat. Ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem, várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani, meg is váltja Izraelt minden bűnéből. A kérdésre íme, itt a válasz. Ki marad meg? Itt a konkrét válasz. Az Úrhoz menekülő, az őt és önmagát ismerő, a bűnét látó és valló, az Úr megváltó hatalmában bizonyos, benne bízó és őrá váró ember, mely menekül. Egészen bizonyosan. Nem a vírus fertőzéstől, hanem a bűn következményétől. Az éjszaka után jön a hajnal. Jön a nap, aki hisz. Annak nem kell félnie semmitől, mert a mulandó felett győzött a múlhatatlan. A bűn a halál felett győzött a kegyelem, az élet, az Úr Jézus Krisztus. És ha mi az övéi vagyunk, akkor amíg dolgunk van itt a Földön, amíg megmaradunk, amíg Istennek terve van velünk, addig itt leszünk, mert megtartottunk. És amikor eljön az idő, akkor hazatérünk. Mert nincs itt maradandó városunk. Az eljövendőt keresünk. És mi tudjuk, hogy ki vár ránk. Tudjuk, hova érkezünk. Tudjuk, kinek hiszünk. És addig is, amíg várjuk őt, jobban, mint az őrök a reggelt, én tudom, mit jelent őrként várni a reggelt. Mert voltam katona. Nagyon vártuk a reggelt. Az éjszaka sötét, veszélyes. De jó volt, amikor leváltottak, amikor valaki más ment föl a őrtoronyba. Várod az Urat, várod-e úgy, még jobban, mint az őrök a reggelt, s várt. Tedd azt, amit ez a Zsoltár mond, amit valóban mondhatsz te is imádságként, és biztos másokat, mert nézzétek csak. Amikor kimondja a Zsoltáros, ahogyan mondtam az elején, egész népére, nemzetére gondol, bizonyosságot vall, és bátorítást üzen. Várom az Urat, várja lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Áldott legyen az Isten, hogy az ő üzenetével, ezzel az imádsággal, a zsoltáros vallomásával most felemelte a szívünket önmagához. Fölemelte a bűnbocsánat egyetlen csodálatos lehetőségéhez, Jézus Krisztushoz, az ő kereszthalálához. És most részesülhetünk abban, hogy erre visszatekintve, erre oda
tekintve és ehhez odajárulva hitben átélhetjük most is a legnagyobb nyomorúságból, a mélységből a felemeltetést, a szabadulást, a bűnbocsánatot. Éljünk hát ezzel az ajándékkal most így, ezen a különös módon, hogy most mi itt a megtört kenyérrel, és ki otthon, az otthonában, családja körében a megtört kenyérrel és a kiöntött borral együtt úrvacsorázunk. Ahogyan tették ezt az első gyülekezet tagjai, megtörték a kenyeret a templomban és házanként. Tegyük ezt most hittel, részesülve a kegyelem ajándékában és magasztalva, dicsérve az Urat. És bár legyen következmény is ugyanaz, mint ami akkor volt, és az Úr gyarapította a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Bárcsak sokan bevonódnának, és megismernék, felismernék a meglátogatás idejét, az Isten szeretetének ajándékát, ebben az időben is úgy legyen. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy a te kegyelmedből megértük ezt a mai napot, és köszönjük, ha már tisztábban és teljesebben érzékeljük és értjük, hogy minden nap kegyelemből van. A te meg nem érdemelt jó indulatodból, mert bűneink szerint nem ezt érdemelnénk. Köszönjük, Urunk, hogy a te kegyelmedből bűnbocsánatot kapunk, szabadítást, élő reménységet és biztonságot, mert tudhatjuk, hogy akit te megszabadítottál, azt örökre meg is tartod.
Köszönjük, Urunk, hogy ma beszéltél velünk. Ebben az időben is a legsúlyosabb fertőzésről, a legnagyobb bajról. Segíts rajtunk, Urunk, hogy ne halkuljon el a hangunk, amikor néven kell nevezni a legnagyobb nyomorúságot. Hogy ne féljünk elmondani, hogy ne szégyeljük a Krisztus evangéliumát, amely leleplezi az embert, de fel is emeli. Segíts, Urunk, hogy lássuk és értsük, hogy Jézus Krisztusban Te megmentést készítettél, megmaradást, megtartatást számunkra. Úgy szeretnénk újongani, Urunk, benned, mint megtartó Istenünkben. Mi mindnyájan, akik kegyelmet találtunk, akiket kegyelmedbe fogadtál, akikkel velük vagy. És szeretnénk áldani téged és magasztalni ezért a csodálatos ajándékért, az örök élet ajándékáért, amely a miénk lehet, amely túlláttat bennünket, túlvezet bennünket minden sötétségen, az éjszakán, a mélységen. Köszönjük, Urunk, hogy belig vethetjük a bizalmunkat, és nem kell megszégyenülnünk, mert láthatjuk a Te szeretetedet, amely abban lett nyilvánvalóvá, hogy elküldted Jézus Krisztust értünk. Kérünk Téged, Urunk, hogy ő érette, hajolj le hozzánk, erősítsd meg a szívünket, tápláld a hitünket, újítsd meg a reménységünket. És így állunk eléd, hálaadásban megköszönve a Te szabadításodat, annak bizonyosságát. Hálaadásban kérünk Téged az elesettekért. Kérünk Téged, Urunk, az egyedül lévőkért. A most félelmek között vergődőkért. Kérünk Téged a betegekért, a fertőzöttekért. Kérünk Téged, Urunk, az őket gyógyítókért. A kutatókért. Kérünk, Urunk, hogy amikorra úgy látod, hogy eljön az ideje, hozd el ennek a járványnak a végét, és kérünk, hogy végezd el közben bennünk mindazt a jót, amit ebben a nagy próbatételben csak egyedül Te tudsz megadni. Megmutatni számunkra. Urunk, eléd visszük a kereszténységet az egész világon, az üldözötteket. Eléd visszük a mindenféle értelemben fenyegetetteket. Kérjük, hogy a mi megpróbált hitünk, amely drágább a veszendő aranynál, hogy legyen értékesebbé, ragyogóbbá, tisztábbá, a Te eljöveteledre. És kérünk, Urunk, a mi testvér gyülekezeteinkért, Zilakon és Pápendrechtben is, kérünk most a pápendrechti gyülekezet lelki pásztoráért, aki megfertőződött. Kérjük, könyörülj rajta, gyógyítsd őt. És kérjük, mindazokat Teved körül, akik ebben a járványban most érintetté váltak. Köszönjük, hogy Te vagy a gyógyítónk, Te vagy a megtartónk, Te vagy az üdvözítőnk, Urunk. Csak benned bízunk, csak hozzád menekülünk, csak rád nézünk, csak rád várunk, lelkünk, vár Téged, Urunk, a nagy mélységből kiáltunk hozzád. Abban a bizonyosságban, hogy nálad a bocsánat, hogy gazdag vagy a kegyelemben, hogy mindent megtehetsz, amit jónak látsz. Kérjük munkálkodj, kérjük szentelj meg, és kérünk öleld át gyászoló testvéreinket, akik most ezen a héten búcsúztak. Kérünk mindkét családért, köszönjük a hitvalló családtagokat, erősítsd őket, Urunk, és kérjük, hogy bár nem tudjuk egymást átölelni, lélekben segíts bennünket egyre közelebb és közelebb kerülni egymáshoz.
szent lelked által, Jézusért, megváltónkért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most énekeljük el nemzetünk imádságát. Békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveteket és a ti gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el helyünket, szeretett testvérek, és készüljünk együtt az úrvacsora vételére, a 436. dicséretünk első és harmadik versét énekeljük. A 436. dicséret első verse így kezdődik: örülj szívem, vigadj lelkem.
Szeretett testvéreim, az Úr vacsorára készülve erősítsen meg bennünket, a mi Istenünknek a vígasztaló szava: vígasztaljátok, vígasztaljátok népemet, beszéljetek szívhez szólóan Jeruzsálemmel, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága. Most fennállva fohászkodjunk Dániel próféta szavaival. Nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. Uram, hallgass meg! Uram, bocsáss meg! Uram, figyelj ránk és cselekedj! Ne késlekedj! Önmagadért, Istenem! Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt első leveléből, annak 11. részéből olvasom az úrvacsora sákramentumának szereztetéséről szóló leírást. Így szól az apostol: én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Szeretett testvéreim, előttünk vannak a szent jegyek, a kenyér és a bor. Hallottuk az Isten igéjét, a mi Urunk felszólítását. Boruljunk most oda az ő színe elé, és tegyünk vallást a mi bűneinkről, amelyekre Jézus Krisztusban Isten bűnbocsánatot, kegyelmét kínálja mi nekünk. Imádkozzunk! Dicsőséges Urunk Jézus Krisztus, mi más vígasztalásunk lehetne nekünk életünkben és halálunkban, mint az, hogy te vagy a mi életünk ura, gazdája, egyetlen tulajdonosa, s mi nem a magunkéi vagyunk, nem magunkat kell megtartanunk, akkor sem, ha a fizikai betegség, járvány fenyeget, s akkor sem, ha az ennél sokkal félelmetesebb, sokkal nagyobb járvány, a lelki járvány, a bűn járványa az, amely legyengít bennünket. Köszönjük, hogy te arra bátorítasz bennünket, hogy mindenek előtt ne azoktól féljünk, akik és amelyek a mi testünket ronthatják meg, hanem egyedül te rád tekintsünk, és te nálad találjunk vígasztalást és oltalmat, amikor a bűneink fenyegetése azzal rémít meg minket, hogy akár örök életünket is elveszíthetnénk. Köszönjük, hogy nem kell így legyen. Köszönjük, hogy abból a magasságból, ahova te fölemeltél bennünket, letekinthetünk a mélységbe, ahonnan érkeztünk, letekinthetünk oda, ahol jártunk sokszor, annak ellenére, hogy te hozzád tartozunk, s cselekedtük azt, ami nem kedves te neked. Bocsásd meg mi nekünk, hogy oly sokszor nem neked éltünk, nem szerettünk, mindenható Istenünk, téged teljes szívvel, teljes lélekkel, teljes elmével és teljes erővel. Sokszor töredéke is alig jutott mindezeknek te neked, mert mindenféle másra fordítottuk szívünket, lelkünket, elménket és erőnket. Bocsásd meg,
ha magunkat féltjük ahelyett, hogy a te dicsőségedre tekintenék féltéssel, azzal a félelemmel, hogy el ne veszítsük szem elől azt a jót, ami megtarthat minket. És bocsásd meg, ha szeretetlenek voltunk. Bocsásd meg, hogy számon tartjuk azt, hogy ki az, aki velünk foglalkozik, miközben sokszor mi magunk másokkal nem foglalkozunk. Légy irgalmas nekünk, akik várjuk, folyamatosan várjuk, hogy az emberek hozzánk forduljanak, és olyan sokszor elfeledkezünk mi arról, hogy a megnyomorodottakra, a nyomorúságban járókra figyelmünk legyen. Köszönjük, hogy ezekben a napokban, ha elég hozod azokat, akikkel szemben mulasztásunk volt, vagy elég hozod azokat, akikkel nem úgy bántunk, ahogyan méltó lett volna, emiatt a bűn miatt is van lehetőségünk előtted leborulni, megvallani és bocsánatodat kérni, és van lehetőségünk bocsánatot kérni egymástól. És köszönjük, hogyha azzal kell szembesülnünk, hogy akiket szerettünk, és akik ellen oly sok mindennel vétkeztünk, már nincsenek velünk, akkor is te hozzád kiálthatunk. Köszönjük, hogy te mennyei atyánk, Jézus Krisztus által, akit odaadtál értünk, mennyei atyánk, te megbocsáthatod és eltörölheted azokat a bűneinket is, amelyeket itt a Földön már nincs lehetőségünk rendezni. Ezzel a bizalommal, ezzel a reménységgel jövünk most te hozzád. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy te életedet adtad mi értünk, és az életedet kínálod mi nekünk. Szeretnénk ezt az életet megragadni, halálba adni önmagunkat, és élni azt az életet, amelyre te elhívtál bennünket. Tápláld ezt mi bennünk a te testeddel és véreddel. Dicsőséges Urunk Jézus Krisztus. Amen. Szeretett testvéreim, vallást tettünk a bűneinkről, tegyünk vallást a mi hitünkről is, és mondjuk el minden keresztény közös hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Szeretett testvéreim, egyházunk gyakorlata szerint három kérdésre feleljünk még Isten előtt megnyílt szívvel és hallható szóval. Kérdezem először, hiszitek-e, hogy az Istentől szentségben és ártatlanságból teremtett első embernek bűn esete folytán ti magatok is mindenestől esendők, gyarlók és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Kérdezem másodszor, hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust, ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért megigazít. Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Kérdezem végül, mindezeket bizonnyal elhívén,
ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért, háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére igyekeztek élni. Ha igen, feleljétek, ígérem és fogadom. Ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet a mi Urunk Istenünk megáld ingyen kegyelemből az ő szent fiáért minnyájunknak. Az ígéret áll, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Amen. Szeretett testvéreim, ezen a mai Isten tiszteletünkön úgy vegyük az úrvacsorát, hogy mindazok, akik a templomban együtt vagyunk, hitvalló, konfirmált gyülekezeti tagok, járuljunk az urasztal elé félkörben, és így vesszük sorra előbb a kenyeret, aztán a bort. Azok pedig, akik otthonaikban csatlakoztak Isten tiszteletünkhöz, házi urvacsora keretében, mindazok, akik felnőtt, hitvalló, konfirmált gyülekezeti tagjaink, vegyék magukhoz kenyeret, és vegyék a bort magukhoz, amelyet előkészítettek, ha Isten lelke erre indította őket. Járuljunk tehát mindannyian az Úr asztalához, és vegyük az Úr testének és vérének jegyeit. Szeretett testvéreim, így szerezte a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Így éltek vele az egyházatyák, az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink,
és így élhettünk vele most Isten kegyelméből, minnyájon. Mielőtt otthonaitokba elbocsátanánk benneteket, az apostol szavával kérünk és intünk titeket, hogy a kegyelmet, amelyet Isten nektek ajándékozott, hiába valóvá ne tegyétek önmagatokban. Szeretteim, mondja az apostol, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki nem látta, ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. A szeretetben nincs félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Szeretett testvéreim, Isten kegyelme megajándékozott bennünket 2000 esztendővel ezelőtt, amikor elküldte az ő fiát, amikor a Golgotán ő az életét adta értünk, és minden bűnünket eltörölte. Meghalt értünk már akkor, amikor még bűnösök voltunk. A mai napon ennek az örömében részeltetett újra bennünket, hogy elénk adta az ő igéjében az evangéliumot, a hallott igében és a látható igében, a kenyér és a bor jegyében. Most adjunk hálát ezért, és magasztaljuk őt imádságban fennállva. Urunk Jézus Krisztus, elképzelni sem tudjuk, hogy milyen drága árat fizettél te azért, hogy minket a kárhozattól megszabadíts. Mert mi, akik örvendezhetünk a te szabadításodnak, elképzelni sem tudjuk, hogy mi a kárhozat valósága, amelyet te átéltél, amelyet te megtapasztaltál helyettünk. Köszönjük, hogy nekünk már csak a bűnbocsánat örömét kell megtapasztalnunk. Átélhetjük azt, hogy nincsen kárhoztató ítélet azok ellen, akik te benned, Úr Jézus Krisztus, hisznek, akik te benned vannak. Köszönjük, hogy ma is hirdettetett az evangélium. Köszönjük, hogy a mélységet, amelyből kihoztál bennünket, ma a magasságból engedted láttunk. És magasztalunk és áldunk téged azért, hogy újra és újra visszatekintve, nem, megrettennünk kell már, hiszen vissza oda nem engedsz bennünket, hanem föltekinthetünk, és magasztalhatunk, áldhatunk, dicsőíthetünk téged. Köszönjük neked, hogy hirdethetjük másoknak is az evangéliumot. Köszönjük, hogy ez az örömhír nem csak nekünk, hanem mindazoknak szól, akik beléd vetik a bizalmukat. Kérünk, hogy gyarapítsd ebben a mostani nyomorúságban is a te népedet, gyűjtsél még azokhoz, akiket te összegyűjtöttél, könyörgünk hozzád, ajándékozz meg azzal bennünket, hogy dicsérhessünk téged. És könyörgünk, hogy hozd el azt az időt, amikor újra együtt lehetünk, a gyülekezet kicsinyei és nagyjai, és amikor együtt magasztalhatunk téged a te házadban. Hálát adunk, hogy ma is gondod volt ránk, és tudhatjuk, hogy gondod van ránk otthonainkban is. Kérünk, te légy az, aki szent lelkeddel megtartod a mi szívünkben az igédet, és megajándékozol bennünket. A neked hálás, téged hűségesen követő, benned bizalmat nyerő élettel. Amen. Szeretett testvéreim, fogadjuk most Isten áldását, Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, ragyogtassa rád orcáját az Úr,
és könyörüljön rajtad, fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Foglaljuk most el a helyünket, szeretett testvéreim. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy az előttünk álló héten is lesz lehetőségünk részt venni együtt, ha online közvetítéssel is. A szerdai bibliaórai közösségen szeretettel várjuk a testvéreket a honlapunkon, a www.fasor.hu oldalon. Minden részletet ezzel kapcsolatban is megtalálunk. A pénteki fiatal felnőttek köre alkalmán és más alkalmainkon is tájékozódjanak a honlapunkról a testvérek. S jövő vasárnap is szeretettel várunk mindenkit a kijárási tilalom idején is. Az Isten igéjének a hallgatására lelkésztársam még egy mondatot mond. Szeretettel szeretném azt hirdetni a testvérek számára, hogy gondoljuk végig a saját Biblia körünknek a tagságát, illetve a közösségét, és hogyha azt érzékeljük, azt látjuk, egymásról megtudjuk, hogy valakinek nagyobb szüksége van, mert a mostani helyzetben akár munkája szűnt meg, akár más egyéb problémája van. Figyeljünk oda egymásra ezekben a Biblia körökben, azt kérem, azt javaslom mindenkinek, hogy így ezekben a körökben mérjük fel, hogy kinek milyen van, mivel tud segíteni, hogyan tud támogatást adni, hogy ezeket az időket úgy élhessük át, mint akik valóban közösséget gyakorlunk egymással, mint az első gyülekezet, akiknek valóban mindenük közös volt. Közös öröm, közös bánat, közös szükség, de ezekben valakinél letett az Úr valamit, amit másnak át tud adni, aki most éppen ebben a szükségben van. Úgyhogy azt kérem, hogy így ezekben a körökben gondoljuk ezt végig, és tegyük meg, hogy segítsünk egymásnak, és természetesen tegyünk jelzést, ha olyanról tudunk, akire jobban oda kell figyelni, ahogyan hallottuk is ezt az első hirdetés során. Éljünk ennek az ajándékával és lehetőségével is, és bátorítsuk, erősítsük így is egymást. És templomi istentiszteletünk végén 467. dicséretünket énekeljük mind az öt verszakával. Magasztaljuk a mi Urunkat a szabadításért, amelyben részesített bennünket, és amelyre ma is emlékeztetett minket. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. 467. dicséretünket énekeljük minden verszakával. Thank you.
tettük, köszönjük, hogy együtt voltunk, keressük egymást telefonon és az e-maileken keresztül. Legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Azt mondja a mi Urunk, hogy majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat, ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között, amelyek szét voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak, kiszabadítom őket mindenünnen, ahová csak szétszóródtak egy felhős borús napon. Isten adja meg, hogy ennek az örömében újra örvendezhessünk. Áldás békesség, testvérek! Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok vesztek. Vigasztaljátok egymást azzal a vigasztalással, amelyel Isten vigasztal benneteket. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, jó így is legalább kapcsolódni egymáshoz. Magam részéről, a családunk részéről nagyon sok kitartást, meg erőt kívánok mindenkinek, és hallgassunk sokat Isten igéjéből, ről és minden lehetőség szerint sok áldást. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Én a konfirmációs igémmel szeretném köszönteni a gyülekezetet. Dániel könyvének 10. fejezetéből, a 19. versből ezt mondja Isten: ne félj, te kedves férfiú, békesség néked, légy erős, amikor így beszélt hozzám, megerősödtem és ezt mondtam: beszélj, Uram, mert megerősítettél engem. Áldás békesség. Más uram nincsen, jól tudom, énekeltük az áróéneket. Áldást és békességet kívánok. Jézus szavaival köszönök most el a testvérektől. Jézus mondja: jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Olyan jó, hogy Jézus Krisztushoz nem úgy jövünk, és úgy kell jönnünk, hogy valahova jövünk, hanem hozzájöhetünk, bárhol vagyunk, bármikor, bármilyen körülményben is. Jöhetünk hozzá, fáradtan is jöhetünk, ő várja a fáradtakat, várja azokat, akiknek kétségeik vannak, és azt ígérte, aki hozzájön, megnyugvást ad neki. Ezt a nyugalmat kívánom az ő szeretetében, az ő bizonyosságában, és kívánom, hogy legyen valóban áldás és